Az Alba Aréna épülete már látványosan magasodik a Budai út mellett. Tavaly novemberben adták át a munkaterületet, és az azóta eltelt 11 hónapban a csarnok épület vasbeton szerkezetei elérték a tető acél szerkezetének fogadásához szükséges szintet. Jelenleg a beruházás harmadik üteménél járunk, a határidő tartható. Látványos és izgalmas része zajlik az építkezésnek, a munkaterületen ugyanis egy 750 tonna teherbírású lánctalpas darut szereltek össze. Ezzel emelik be a rácsos tartókat, amik áthidalják az aréna teret. A rácsos tartók különböző súlyak, van amikor kettesével, van amikor szimplán emeljük, általában 66 tonnás a dupla rácsos tartó szerkezet súlya. A daruról még érdekesség, hogy 91 méter a hosszú gémje, 8 tonna a horog súlya, és körülbelül 25 kamion szállította ide, és egy hétig szerelték a helyszínen össze. Az Alba Aréna egy 6000 fő befogadására alkalmas csarnok lesz, a küzdőtéren további 2500 ember fér majd el. A jégkorong mérkőzések mellett egyéb teremsportok, előadások, vásárok, koncertek és más sportrendezvények lebonyolítására is alkalmas, multifunkcionális csarnok épül. 24 elején itt már a csapat játszhat. Cserpalkovics András az energetika kapcsán kiemelte, hogy az épület fűtését megújuló energiából talajszondák segítségével biztosítják. A nettó 30 milliárdos beruházás teljes egészében kormányzati forrásból a Modern Városok program keretében valósul meg. Fontos azt is kiemelnünk, hogy nem önmagában csak egy épület, hanem egy kiegészítő infrastruktúra is létrejön, sok száz parkolóval, és emellett pedig egy bekötő úttal, ami nem csak a csarnokot fogja a Budai úttal összekötni, hanem egyben az Alba ipari zónát is. Így az Alba ipari zóna cégeinél dolgozó sok-sok száz, illetve több ezer embernek nem csak egy útvonal áll majd rendelkezésre, és kell adott esetben óriási kerülőt tenni, hanem közvetlenül is ki fog tudni jönni a Budai útra, vagy onnan be. Ugyanúgy a közösségi közlekedés és a kerékpáros közlekedés oldaláról is lesz majd erre lehetőség. Az Alba Aréna 100x100 méter alapterületű épület lesz, melynek tetejére több mint 14.000 négyzetméternyi lemezfedés kerül. Jelenleg 180-190-en dolgoznak az építkezésen, de ez a szám a befejező szakipari munkák idején már 480-500 főre emelkedik majd.